A kormány várakozásai szerint néhány napon belül alá tudják írni a partnerségi megállapodást a Magyarországnak járó 9700 milliárd forintnyi uniós forrásról. A 2021-27-es időszakra a nagyságrendileg 14 ezer milliárd forint fejlesztési forrással számolhat Magyarország. Ebből a vidékfejlesztési programra több mint 4 ezer milliárd jut. Ez a forrás már rendelkezésre áll. Jönnek a további részletek, Noémi. Köszönöm szépen Latorcai Csabával a miniszterelnökség területfejlesztésére felelős parlamenti államtitkárával folytatjuk a témát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na hát hallhattuk, hogy néhány napon belül megszülethet a megállapodás, de hát az elmúlt napok, hetek hírei arról szóltak, hogy az Európai Bizottság újabb és újabb feltételeket támaszt Magyarországgal szemben. Sikerült most minden feltételnek megfelelni? Gyakorlatilag szakértői szinten a tárgyalásokat, befejeztük, készen állunk arra, hogy a partnerségi megállapodást aláírjuk. Ugye ez a 7 éves költségvetésre vonatkozó, mint egy 9000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás, ezek a források egyébként járnak nekünk, tehát nagyon nehéz volna az Európai Bizottságnak ezeket a forrásokat elvonni Magyarországgal szemben, gyakorlatilag jogszerű, jogszerűen nem is tudnák megtenni. Miután a szakértői tárgyalások befejeződtek, és most már abban a stádiumban fordultunk, hogy az operatív programokról zajlik a konkrét egyeztetés, amit reményeink szerint január végéig szintén lezárunk, készen állunk az aláírásra. Az elmúlt napokban azért azt láttuk, hogy időnként a józanészt bizonyos politikai szempontok akár képesek felül is írni az Európai Unión belül, az Európai Bizottságnál, azért reménykedünk, hogy ebben az esetben nem fogja a józanészt felülírni, és Aláírásra is kerül akár karácsonyig a partnerségi megállapodás. Ugye Navracsics Tibor is úgy fogalmazott, hogy akkor tekintési keresnek a tárgyalásokat, hogyha még idén alá lehet írni az összes forrásról szóló megállapodást. Így van. A partnerségi megállapodás aláírására várunk. A helyreállítási tervünkkel kapcsolatban az Európai Bizottság olyan állásfoglalást adott ki néhány nappal ezelőtt, a, aminél jobbat, még egyetlen egy Európai Uniós tagállam sem kapott. Tehát olyan jó helyreállítási tervet tettünk le az asztalra, nincs okunk arra, hogy hogy ezeket a, ezekre a forrásokra vonatkozó megállapodást ne írjuk alá. Nagyon bízunk abban, hogy nem fogják összekapcsolni más témákkal ezeket a megállapodásokat, hiszen ezek a források, ahogy említettem, járnak nekünk, ennél fogva semmilyen módon nem lehet ezeket összekapcsolni más témákkal jogszerűen. Ugye ja, a helyreállítási alapból származó források és a tervnek az elfogadása az nagyjából másfél éve húzódik. Most az Európai Bizottság a pénzügyi miniszterek tanácsának elfogadásra javasolta a magyarországi tervet. Hogyha elfogadják, akkor hol, egyrészt hol tart a folyamat, és hogyha elfogadják, akkor legkorábban mikor érkezhetnek meg ezek a források Magyarországra? Itt is arra számítunk, hogy december folyamán végül a pénzügyminiszterek tanácsa valamilyen formátumban jóvá fogja hagyni, és a folyósítással kapcsolatban pedig meg szeretnék nyugtatni mindenkit, hogy ezeket a forrásokat, Mind a 7 éves költségvetésre vonatkozó forrásokat, mind pedig a helyreállítási tervre vonatkozó forrásokat a megállapodás aláírását követően a magyar költségvetés már teljes nyugalommal tudja előfinanszírozni. A 7 éves költségvetés vonatkozásában már eddig is írtunk ki, akár a gazdaságfejlesztés és innovációs program, akár más jellegű forrásokra pályázatokat, ott eredményeket is hirdettünk, tehát majd 1000 milliárd forintnyi pályázat már kiírásra került, Értékelésre is került. Ezt a dinamikát folytatni fogjuk a következő évben is a, alá, a megállapodások aláírását követően. A többször hangsúlyozta, hogy Magyarország forrásveszteség nélkül jöhet ki ezekből a tárgyalási folyamatokból. Most a helyreállítási alap kapcsán mégis felmerült, hogy 430 milliárd forintot veszíthetünk. Ezt hogyan kell érteni? Ez nem forrásvesztés. Tehát azt szeretném leszögezni, hogy hála Istennek, Magyarország nem fog forrást veszíteni. A helyreállítási tervnek a célja, eredeti célja az az volt, hogy a COVID-dal kapcsolatos Európai Uniós gazdasági visszaesést ilyen külön források, ott külön forrásokkal pótolja az Európai Unió. Magyarország az elmúlt évben az Európai Unió hét legjobban fejlődő gazdaságú tagállama közé tartozott, és ott, ahol az átlaghoz képest nagyobb a gazdasági fejlődés, ott folyamatosan újra számolják ezt, ezeket a forrásokat, és azok az országok, akik jobban fejlődtek, azok egy kicsivel kevesebbet kapnak, akik pedig kevésbé fejlődtek jobban, azok pedig többet kapnak. De ez nem forrásvesztés, ez a helyreállítási terv logikájából fakadó speciális szabály. Ön úgy fogalmazott, hogy a helyreállítási terv egyik fő célja, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljön Magyarország. Ebből a szempontból a területfejlesztési projekteknek mik lesznek, melyek lesznek a legfőbb prioritásai? A legfontosabb célunk, hogy Magyar ország minden térsége minden régiója, gazdaságfejlesztési zóna és járása versenyképes legyen. Versenyképesek legyenek egymással, és versenyképesek legyenek az Európai Unió más régióival is. Tehát az elsődleges célunk ennek a versenyképességnek a biztosítása, Budapestnek és Közép-Magyarországnak, Pest megyének nyilvánvalóan más ligában kell fociznia. ott az a célunk, hogy Bécsel, Pozsonnyal, Prágával, Varsóval, vagy akár Bukaresttel is versenyképes legyen, versenyképesebb legyen, és ezek közül a régiók közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtson. Ezzel egyidejűleg pedig az összes többi magyarországi régió fejlődése tovább fokozódjék, még jobban fejlődjenek az elmúlt évekhez képest is, hogy az Európai Unió térségeinek, régióinak élvonalai, élvonalába csatlakozzanak ezek a régiók is. Kevesebb, mint egy percünk maradt, de egy kérdés erejéig még térjünk ki arra, ugye beszéltünk az, az uniós költségvetésből származó forrásokról és a helyreállítási alapból származó forrásokról. Ezekben születhet hamarabb megállapodás, de ha ez megtörténik, akkor a kohéziós alapból származó pénzek előtt is megnyílhat az út Magyarország számára. Köszönöm szépen a tortaétet. Köszönöm én is.